szülőként a legszebb időszak, amikor a gyermekével lehet valaki. A kerekítő foglalkozások pedig pont erre hivatottak, hogy szülő és gyermek érintések sokasága és önfelett összenevetések mellett töltsék együtt az időt. Persze, ennél azért többet foglal magába a kerekítő. Már 10 éve dolgozom, mint kerekítés foglalkozásvezető, és arról szól, hogy örökítjük tovább a nagymamáinknak azt az értéket, amit ők a saját unokáiknak, dédunokáiknak ugye továbbadtak, és az a lényeg ennek az egésznek, hogy ezt az örökséget mi itt a kerekítőn továbbadjuk az édesanyáknak, és ők otthon újra elővéve összehangolódjanak a gyerekekkel. Tehát leginkább én azt gondolom, hogy ez ebben a szakmában a legnagyobb kihívás és a hivatás is, hogy ezt az örökséget, a népi örökséget megtartsuk. Továbbítsuk. Gyerekeknek nagyon sokat ad, első körben azt gondolom, hogy egy kisgyermeknek az édesanya ölében kerekedik ki a világ, és kerekedik egészé. Emellett ugye zenei, mozgásos, illetve vizuális ingereket is kapnak, ami azért igazándiból, ha nem is vesszük észre, de észrevesszük mégiscsak, mert a beszédfejlődést fejleszti, már kap egy olyan művészi, zenei nevelési alapot is, amire később lehet alapozni óvodában és iskolában. Úgy hirdetjük, hogy 0-3 éves korig, ugye a 0 az egy eléggé érdekes pont, hát nyilván én mindig azt szoktam tanácsolni a szülőknek, hogy amikor már úgy érzik meg az alvási idővel, nem ütközik a kerekítő foglalkozás, bátran lehet jönni, mert ugye ez a korai szocializáció szintén sokat segít a későbbi ebben a gyerekekben, tehát halljuk vissza óvónőktől egyébként, hogy akik rendszeresen járnak már, micsoda dalkincsel, mondókakincsel érkeznek az óvodába, és már szereznek egy rutint is, mert hogy sokkal hamarabb társulnak meg, csatlakoznak egy foglalkozás és az óvodába, és hamarabb is tanulják meg. A gyerekek türelméhez mérten állapították meg a foglalkozások hosszát, amelyet mindig a kőketánc és a csipkefa bimbója indít. A patkolókkal, lovagoltatókkal, ejtőernyőzéssel megfűszerezett, közösen töltött idő, igazi feltöltődés babának, mamának egyaránt. Fél órások a foglalkozások, egy gyerkőc kb. Ennyire alkalmas egyébként, de azért váltjuk egyébként nagyon sokat a helyet is, tehát hogy a földről megyünk föl a székre, majd ugye fölállunk. Van olyan gyerkőc, aki már az első foglalkozáson is otthon érzi magát, van olyan, aki mondjuk zárkózottabb, ő neki több idő kell, van olyan, aki mondjuk annyira zárkózott, nagyon jól érzi magát, megfigyelő típusúnak szoktam hívni az ilyen gyerekeket, akik így végig figyelnek, lesnek engem, lesik az édesanyja, anyukájukat is, és foglalkozás végén bátorodnak föl már, amikor előkerül az élő hangszer, a gitár. Ugye ezt fontos megemlítenem, hogy mindig élő zenével dolgozunk, mert nagyon fontosnak tartom én is, megtartjuk így foglalkozásvezetők egyaránt. Úgyhogy változó a feloldódás szempontjából a gyerekek működése. Nagyon fontos megemlíteni, hogy van egy honlapunk, ugye a kerekítő.hu, és idén jelenik meg a 21. kötet, ami szintén a népi értékeket kívánja továbbadni, gyönyörű illusztrációval. Most egy adventi kötet fog majd ugye decemberben megjelenni, illetve már korábban megjelenni, ez lesz a 21. és leírva a játékmenetekkel, hogy mi hogyan csináljuk, de az mindig csak egy adott lehetőség, nem muszáj, úgy az anyukák fantáziájára van bízva. A népi eredetű és ma is közkedvelt ölbeli játékok népszerűsítésére jött létre ez a kezdeményezés. A sokszor énekelt rigmusok pedig egyben a művészeti, zenei és érzelmi nevelés alapkövei is. Több dolog miatt is szeretünk idejárni. Az első az az Orsinak a hatalmas nagy lelkesedése, szeretete. Nagyon-nagyon vidám alkalmakat alakít nekünk. A másik pedig a kisgyerek társaság, mert a városban nem annyira sok lehetőség van erre, és hogy így a kisgyerekes anyukákkal is jó találkozni, meg eleve, hogy ahogy a babák is ilyen közegben vannak itt, ezért szeretünk ide járni. Mi nagyon szeretünk ide járni, nagyon jó a közösség, a gyerekközösség is, és a felnőtt közösség is. A kislány nagyon élvezi, nagyon jó a foglalkozás, és Orsi varázsereje, hogy a gyerekek végigülik ezt a foglalkozást 30 percig nyugalomban, és nagyon élvezik. Még ha úgy is tűnik, hogy nem érdekli őket, és néha elcsámborognak, azért otthon megszólalnak a dallamok, és figyelnek, és nagyon-nagyon szeretik ezeket a dallamokat. A foglalkozások, amelyek szerdánként 9:30-tól a téli időszakban a művelődési házban várják az érdeklődőket, közös zenélésekkel zárulnak.